Nos, üdvözlök kedves minden néző hallgatót, kinek hogy tetszik a dolog, javaslom indítsátok el a kedves tevékenységeteket, mert elhozunk nektek egy ilyen új részt ebben a podolás dologban, ahol még csak így nyalogatjuk magunkat, hogy megye ez igazán nekünk. Őszintén szólva volt már egy ilyen próbaadásunk, mármint ezelőtt, mielőtt ezt halljátok, hosszú történet. Úr, itt vagyok Igüllel, Tibivel, és megint igyekszünk beszélgetni egy-két dologról. Sziasztok, srácok! Nem hallottok. Hangosabban. Sziasztok! Na, így, ez az végre. Becsületes köszönés. Nos, nagyon-nagyon tanakodtunk, hogy mi az Istenről beszéljünk. Amúgy, az asszony hozott kaját. Nagyon-nagyon tanakodtunk arról, hogy mi legyen a téma, és hogy ugye kicsit fogunk beszélgetni a mindig az új kotrélerről, gondolom mindenki látta, aki nem élet sziklalap. Megjött. Igen. Tibi már lelkesedik. És... Úgy én is. Képzelem. Hát már tisztel végig is hallod. És később egy kicsit átmegyünk a Gamer Life-ba, mint hogy fogja megengedni az idő, és mennyire vagyunk nagyon beszédes kedvünkben. Szóval, az új Call of Duty trailer, ugye mind a ketten láttuk, Tibi. És reméljük, hogy mindenki. Jó, aki ugye? Nem, rákeres, aki nem rákeres, nem fogom hirdetni a Call of Duty-t a csatornámon, azon kívül csinálok egy Plecska műsort róla jelenleg, de hát nem hagyom lent a linket a leírásban, jó, úgyhogy Call of Duty Advanced Warfare, mindenki lehet rákeresni, Facebook oldalamon fönt van, mert miért nem lenne, ugye, többet nem reklámozok Call of Duty-t, igaz? Mit szóltok az új trailerhez? Tibi, említetted volt nekem, hogy neked egy kicsit elrugaszkodik, mintha nem is kod lenne. Miért van ez? Hát, mert nekem annyira futurisztikus ez az egész, tehát, hogy amikor én megláttam, és ezek az ruhák, ezek az átlátszóság, gépek, repülők, mindenféle, annyira, mint hogy nem is egy kodot néztem volna, és amikor végén kijött, hogy Call of Duty Advanced Warfare, az, na, ja, akkor ezt mértem rá, hogy ja, hát ez mégiscsak egy kód lesz, tehát hogy nekem annyira ilyen új és furcsa és futurisztikus, hogy ez kód, tényleg? Eagle, neked ez hogy jött le? Számomra a legfeltűnőbbek a exoskeletonok voltak, meg a fegyverek. Olyan modernebbek. De hogy őszinte legyek, én csak egy, nem, lehet, hogy annyira nem figyeltem a trailerre. Az exoskeleton az úgy oké. Okay. És... De aki nem tudná, ugye mi az az exoskeleton? Valaki? Külsővázas. Külsővázas. Megnövelő szerkezet. Igen. Úgy néz ki, mint egy külső izé. Úgyhogy a szépen fogalmazása ennek a ruhának. Igen. Tehát így fölcsatolják az emberre, és aztán úgy extra erő, és a többi. És némileges páncél, kivéve a fejbe lőnek, úgyhogy azt buktad. De a fegyverekre rátérve, azért lehet, hogy rosszul figyeltem, úgy konkrétan a gépfegyverekre gondoltál, Igor? Igen. Én csak egyet láttam. Ami, jó, sok volt benne, de egy igaz, ami feltűnt, hogy neki ilyen double red dot sight-ja volt. What? Annak mi értelme? Emlékeztető a Titanfall-ra. De hogy mi értelme? Hát ebbe beletaláltál, baszki. De jó egyébként, nem tudom. Mert mintha emlék. Csoda? Mi extrát tud adni, ugye? Az a double, vagy nem tudom, a fegyverek nekem nem tűntek olyan tű, de... De te említetted, újra, hogy... Mert... De te már említetted, mert beszélgettünk előtte az adás előtt, hogy ezek már a fegyverek, ezek léteznek igazából. Így van, az exoskeleton is már egy ideje van. Hogyha játszottál a Ghost Recon sorozatokkal, ott azért szerintem így korukat megelőzve láthattál, játszottál olyan technológiákkal, amikről úgy Call of Duty akkoriban nem is tudta, hogy létezik igazából. Szóval nekem annyira nem volt meglepő, de viszont nagyon egyetértek ebből bizonyos szempontból veled, Tibi, mert hogy mintha tényleg nem Call of Duty lenne, mintha egy Frankon csak egy játékot hozott volna el megint csak nekünk az Activision kiadásában. Igen, hát az biztos, hogy megint nagyon epic lesz, és nagyon über jó sztoria. Aztán kicsit mindig olyan csalódással kezdik ezt az egészet, hogy vajon lesz-e olyan jó, hogy bízzunk-e benne? Én nem erre gondoltam, hanem arra, hogy bizonyos szempontból, hanem arra, hogy
Volt nekünk egy Kodai 2, 3, ami kapcsolódott egymáshoz. Volt nekünk egy Kod 4, MV2, MV3, ami kapcsolódott egymáshoz. Black Ops 2, ami kapcsolódik egymáshoz. És most nem egy folytatást kapunk, hanem kapunk egy játékot, aminek az a címe, hogy Call of Duty Advanced Warfare. Mint hogyha egy ilyen nagy restartot akarnának csinálni. Számomra úgy jön ki, mintha már megint valami megcsináltak egy játékot, kicsit olyan, mintha mi volt annak a Homefront. Emlékszel a Homefront nevű játékra? Igen. Nem volt ez egy kicsit ilyen kódbeütésű? Multiplayer téren? Olyan kód és kicsit Medal of Honor. Keverékel. És nekem most ilyen érzésem van a kódnél, hogy csináltak gyakorlatilag egy ilyen Homefrontot. Új. Igen. Hát lehet, hogy akarják emberelni magukat, ugye, hogy most akkor csináljunk egy olyat, amit még nem láttak, nincs folytatása, kezdik az egészet előre, és tessék itt az új kód. És álljatok úgy hozzá, hogy már úgy vegyétek, hogy nincs ami régen volt, ez most már egy teljesen új, teljesen jobb. Ezt ugye már a Sledgehammer fejleszti teljes egészében. Igen. És akkor gondolod, hogy most úgy lesz, hogy három fejlesztő stúdió, Treyarch, Activision és Sledgehammer, és akkor elindítanak három kod sorozatot gyakorlatilag? Jó kérdés, mi járhat a fejükbe? Na mindegy, rátérve amúgy ugye arra, hogy biztos nagyon epic lesz, és hú, de kurva, ugye Eagle kidobtad ezt a cikket nekünk, hogy olvassuk el, és az konkrétan ugye az maga az intro, a... Az a trailerben, ami elhangzott. Ugye Kevin Spacey mond fel, és Kevin Spacey eljátsza nem saját magát, hanem egy ugye egy, mi a neve? Jonathan Irons nevezetű tagot eljátszik. De Franco erre felbérelték Kevin Spacey-t, és ettől nekem egyrészt leesett az állom, kettő, szeretem Kevin Spacey-t, de három, nem tudom, hogy érzitek, hogy ezt így érdemes megvenni azért, mert Kevin Spacey. És a nézők mit szólnak ez majd? Véleményem szerint... Igen, bocs. Én csak egy színésznél nem vennék meg egy játékot. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy most attól meg Kevin Spacey bennem, most már nem fogok egyből rohanni a boltba. Ezért várjuk ki. És hogyha Kod Ghostoznátok, akkor Snoop Dognak a hangját a kiegészítő csomagba megvennétek? Hát ezért, hát nem hiszem. Azért a Snoop Dogg. Igen, így megmosolyognám, hogy úgy de pagány, hogy ezt mondja itt a szövegeket, de hát ilyen megmosolyogsak. Na, de amúgy mit szóltok ehhez a kis bevezető intróhoz, ugye? Lefordítsuk ezt magyarra? Fordítsuk. Ugye, úgy indul, hogy feltesz két kérdés, hogy demokrácia, nem demokrácia kell ugye az embereknél. És ugye, hogy lefordítsuk úgy egyszerűre a dolgot, utána mondja, hogy ugye Amerika azt gondolta, hogy mit is mondott? America has been trying to install democracy in nations for a century and it hasn't worked. Igen, hogy Amerika demokráciát próbált bevinni egy csomó országba századokon át, és ez nem működik. És ugye, és azok az országok, ahova ezt be akarta vinni, ezt a demokráciát, ezeknek jó, hogy volt néhány épületük, amitől úgy gondolták, hogy ez már demokrácia lesz gyakorlatilag. És a végén kihozza az egészet. Ugye egy kicsit olyan Amerika ellenes hangja van, nem? Tehát az, hogy túl sok helyre vitte be a lábát ez az Amerika mostanra. De azért milyen már, amikor egy amerikai bázisú cég csinál erről egy játékot, aminek ez így a mondani valója. Azért itt már van valami célzott a dolgoknak, nem? Igen, meg ebben a cikkben írja is, hogy itt van ez az Atlas Corporation. Hogy ez nem egy ilyen összefogás ez ellen az egész ellen? Vagy én nem? Na, ez viszont egy jó kérdés. Mert hogyha megfigyelitek a trélert, akkor olyan 23. másodperc körül, hogy áll a csávó, ugye rá van írva a mellkasára, a ruhájára, hogy Atlasz. És hogyha ezután kicsit úgy utána néztek, vagy így most elmondjuk, hogy akkor mi is ez az Atlasz, ugye? Az Atlasz az egy... Bocsak, szabadba vágok.
Az Atlas az egy privát katonai cég, amiket fel lehet bérelni, hogy változtassák meg például határokat, itt oldjanak meg egy konfliktust. Tehát, hogy ilyen felbérelnek embereket, hogy hogy? Igen, felbérik a cég embereit. Na de most a kérdés, hogy lesz ez vajon a játékban a pletykák szerint? Aki hallott valami pletykát, azt hagyja le a kommentben. Hogy most akkor úgy lesz, hogy Amerika, mint olyan felbéli ezt az Atlas Corporation-t, ugye Kevin Spacey által vezet az Atlas Corporation-t, hogy bizonyos helyeken bevetések legyenek, vagy ez a Kevin Spacey gyerek fogja magát, és egy kicsit úgy, mint a Black Ops 2-ben a főszereplő tag, megfordítja a játékot, és ezt az egész egy ilyen hatalomra törésre használja ki. Hát én szerintem úgy fog, igen. Ebből az intróból mind a kettőre rá lehet következtetni, Igen, hogy pont ezt őszinte akartam legyek. mondani, hogy lehet, hogy azt csinálja, hogy tudod, így létrehozza ezt az egész céget, és akkor, hogy hát azért vagyunk, hogy stb. Stb. Minden szép és jó, de közben neki nem egészen ez lesz a célja, hanem akkor gondolom, hogy majd a sztori során, vagyis hát, ahogy én ezt elgondolom, mert ugye így spekulálunk, hogy vajon mi lehet, hogy azért neki nem feltétlenül ez lesz fel a célja, hanem pont, hogy hatalomra törjen, igen, és akkor, hogy ezáltal kerüljön nyeregbe, vagy nem tudom. És most jutott eszembe a kérdés, bocsánat, hogy eszek közben, de nagyon éhes Nem van. voltam. Láttuk-e már ezt a sztorit valahol? Ha visszagondoltok a kód múltakra. Hatalomra törés, és hogy többi. Igen, tehát kedves nézők, nektek rémlik-e hasonlatos sztori, tehát rémlik már nektek azt, hogy ezt már láttuk valahol? No, Nagyon ezt majd csöndi. Na mi van, nagy vadasok? megválaszoljátok. Na mi van, ha? Nagyon Hát csöndi. Igen. Végül is makarabb az hatalom eltört. Igen, ezt akartam Köszönöm! mondani. Köszönöm, Ezt akartam. igen! Ó, nem, már én is ezt akartam mondani, hogy Jó, pont van, négy beszél Tibi. Jó van, át? Tibi. Mindenfelé. Köszönjük. Ah. Akkor miért nem mondtad? Akkor miért nem mondtad? Elbizonytalanodtam. Na persze. Na egyébként igen, pont erre gondolok, hogy ez egy kicsit nem olyan beütése van. Tehát nem onnan veszik, hanem helyből, mintha így ma akarom átvenni a hatalmat, és akkor... Igen. Hát ez van. Na mindegy. Multiplayer ez esetleg valami hozzáfűzni való, hogy ti mit gondoltok, hogy így lesz benne a játékban, esetleg fog-e valami újat hozni? Hát figyelj, szerintem ez a Skeleton ruha, ez szerintem benne lesz a multiba, és akkor csak nem tudom, hogy milyen szinten. Meg ugye láttuk ezt a robotszerű képet, amiben így beülnek, és akkor, hogy ez esetleg megjelenik majd a multiba. Nem tudom, ti Legyünk úgyhogy. őszintén, ez azért izgalmasan hangzik, nem? Ezt Tehát az egy... is már Ricsi is mondta még itt a műsor előtt, hogy ennek meg olyan beütése van, ennek a ruhának, Juggernautnak, a Hát... gépnek. És akkor, hogy ebből következtetve, akkor lényegében ez ugyanaz, ha úgy nézed, mert Ja, akkor csak tehát nem ugye egy belső Juggernaut ruha, nézetből... hanem ilyen mekruha, vagy nem tudom. Hát igen, egy ilyen belső nézetből ez gyakorlatilag semmi extra nem lesz. És ugye aki most játszik a Ghost-tal, az tudja, hogy az új DLC-ben benne van már a Predator. Igen, az AVP-ből a Predator, például aki ugye nem ismerni, aki láthatatlan tud lenni. Szóval ugye, és az új kódban láthatunk egy ruhát, ami láthatatlanná tud tenni. Szóval az ilyen dolgokat már tök simán bele tudják vinni a dologra. És mi van, hogyha gyakorlatilag mit csinálnak az exoskeletonnal? Felragadják rá az exoskeleton, ezt a láthatatlan ruhát kapsz, egy fegyvert a kezedbe, azt mész. És gyakorlatilag ugyanazt játszod jövőre, amit a Code Ghost-tal fogsz játszani, nem? Tudod, én ezt hogy képzelem el, hogy ilyen kill streak-ek formájában esetleg Igen. például ezt a Juggernaut-szerű, mert ugye ugyanúgy, mint hogy a Juggernaut is ugye egy kill Ja. streak volt, ezért ez felveszed ezt a ruhát, egy pillanatra félisten üzemmódba lépsz, aztán majd mikor megölnek, vagy elmúlik, akkor vagy időre fog ez működni, vagy én nem tudom, hogy fog ez működni, de... Szerintem halálig fog működni. Tehát ugyanúgy, mint a Aha. mostani kódban a Juggernaut Maniac, megkapod, beleszállsz, azt majd kilőnek.
nem? Hogy őszintelek, és kapsz egy minigánt a kezedbe, az boldog. Nem csak, mennyi, csak a képernyőt egy kicsit modernebbre átalakítják, hogy minthogyha nem egy Juggernautba ülnél, hanem egy kibaszott robotba, az már bocsánat, és akkor jaj, de szép lesz minden. Szóval akkor általánosan valószínűleg az új kód hihetetlen újításokat fog megint csak bevezetni őre. Na, még valami hozzáfűzni való ezzel a Call of Duty dologgal, vagy ezt így lezárhatjuk, hogy így ennyi. Igazából számomra ami ijesztő, ez a valóság része, hogy úristen baszki, mi van? Ezek a fegyverek létező technológiák, és valamikor ezt fogjuk használni háborúzni, de most így komolyan? Hát, ja. Tehát így a földön lévő szerencsétlen harmadik világbeli katonának milyen esélye van ilyenkor? Igen. Tehát, hogyha belegondolsz, az így már elég durva, és teljesen azt hiheti az ember, hogy ó, hát ez ilyen tiszta, ó, a játék kitalálta, és nem, ezek tényleg létező, élő, rendes fegyverek, és azért ez így, ha belegondolsz, elég durva, hogy már azért ilyenek vannak, mert ugye fejlődik ugyanúgy a technológiával ez a katonai technológia is, és most bocsi, hogy elkezdtem szószátyárkodni, de 1.49-nél a trailerbe, ha majd megnézitek, mindenki, akkor kihúz egy ilyen szalagszerű igen. páncélt, és mögül le, ha nézitek, lő kifele, és ez felfogja a golyót. Igen. Tehát, hogy ez is mekkora OP dolog már azért, hogy mint hogyha egy ilyen szétlőhetetlen fal mögött állnál, és headshotot kell adjanak, hogy a téged kiszedjenek. Igen. De ja. Te persze használod a kontrollt, vagy nem tudom melyik billentyűzetre van állítva nektek, a fekvés gombot, és akkor na. Szerintem az egy support case trick lesz. Van nekem egy olyan érzésem. Igen. Már itt tartunk a játékbe. Ahhoz képest már mennyi mindent így kispekuláltunk belőle, hogy hát akkor megint lesz support case trick-ek, De amúgy sok pletyka, illetve már ilyen hivatalos ez, hogy például az exoskeleton ugye, hogy benne lesz, a multiban még nem biztos, de a játékban úgy fog működni, hogy mint egy ilyen RPG stílusban, ahogy játszol vele, úgy kapsz pénzt, és pénzzé vásárolsz különböző képességeket erre az exoskeletonra, mint a nagyobb ugrás, lebegés, becsúszás, és erő. És akkor ezt így, szerintem mégis ez így nem egy rossz rendszer, egy kicsit olyan Crysis nanoszút feelingje van a dolognak. Igen, de... na, pont jól mondtam, nekem ez az beütése van, hogy ilyen tiszta Crysis. Nem tiszta, de ez a ruha, ez nagyon ilyen Crysis-osba viszi, úgyhogy, ja, túlcsa lesz, de... Lesz, őszintén szóval szerintem már azért nagyjából tartunk mi már ott, tehát, hogy így... a Crysisban felelhető ugye ez a nanoszút, ez szerintem igazából már így lehet, hogy egy létező technológia, és valaki valahol... Vagy láttad azt a... Van egy bizonyos jelenet a trailerben, ahol a csávónak a fejére így lejön egy ilyen sisakféleség. Hát de bozd meg. Hát az mi volt akkor? Tehát így... Nem, tehát teljesen olyan volt, hogy mint hogyha na most elindult egy ilyen szuper katona feeling. Tiszta ilyen Dead Space sisak feelingen volt tőle amúgy. A Dead Space 2-ben volt a tagnak ilyen sisakja. Jó, de azért milyen furcsa, hogy ahhoz képest, hogy így mondjuk, hogy ott ezt már láttunk, meg biztos olyan lesz, mint a Juggernaut, azért úgy beszélünk róla, hogy azért ez lesz. Tudod, hogy beszélünk róla, úgy beszélünk róla, hogy 10 év kod tapasztalat bakker. Hát jó, de hogy annak ellenére, hogy mondjuk, hogy ha azt már látunk, meg mit, azért mégiscsak érződik bennünk az, hogy jó, nem érdekel, hogy olyan, mint a Juggernaut, csak hagyj próbáljam már ki. Tehát, hogy... na ezzel kapcsolatban mondasz valamit, és tudod, hol kúrják el a mai kodok? Ott, hogy csinálnak benne egy ilyen VS bot módot, úgyhogy, hogy úgy mondjam, letöltöm, megnézem, hogy tetszik-e, és megveszem, vagy nem, című résznél ki tudom próbálni, hogy ez mekkora élmény, hogy ugyanúgy egy minigunnal fogok lövöldözni, de egy másik belső nézetes képernyő előtt, na. Igen. Szóval valószínűleg, de ugye nem mondok se, ezek ilyen masszív spekuláció, kíváncsiak, hogy ti nézők, kedves, ezek mit fogtok ehhez hozzájárni. Ricsi Eagle bíró úr, valami extra hozzáfűzni valóban? Nekem beszéltük Ricsivel a még az adás előtt, hogy Ricsi beszélt itt a grafikájáról ennek a játéknak, hogy annyira nem is
új, vagy nem is izé, vagy nem is tudom, amit mondtál, hogy mit mondtál. Nem tűnik olyan újnak, hogy igaz legyek. Oké, trailer alapján jó, szépnek megcsinálták, de a játékban magában nem hiszem, hogy olyan nagy jelentős változások lennének. Igen, Plusz mert még most... annyit hozzátennék, hogy jó lenne, hogyha szép darabja lenne a franchise-nak. Most így a kod egy is szép volt a maga idejéből. Jó, csak most figyelj, most ki fog jönni ez a játék, ez az új kód. Meg most ahogy nézzük így a trailert, megnézed a Crysis-t, és akkor visszamész, akkor már egyből érezni fogod így a különbséget, tehát, hogy így Hát megint egy igen, kicsit tehát a ilyen Crysis-ban a felmelegített falban ledes. látod a porszemeket, igazából kodban meglátod az elmosódást. Igen, tehát hogy kicsit olyan felmelegített leves feelingje van, hogy csiszolgattunk megint egy kis ide-oda kis pixel áradat amoda, de csak ha közel mész, meg úgy jobban megnézed, akkor látod, hogy ez ugyanaz az egész. Sajnos De vettük tudod, észre a trailer alapján. igazad, tehát mindenki könyörög azért a új grafikai motorért Call of Duty-n belül, de gondold végig azért, ha a kódhoz is egy olyan számítógép kéne, mint a Battlefieldhez. Szóval azért ugye sokan látták, hogy milyen gépet raktam össze magamnak. Jó, nem azt mondom, hogy kell egy ilyen gép a Battlefieldhez, elég egy gyengébb is, de azért kell hozzá egy gép. Vagy a Crysishoz. És aki Crysis-szal szeretne játszani, az akkor annak vennie Ahhoz kell kell, egy ahhoz gépet. kell vas rendesen, ja. És bár Ah. a Call of Duty, szóval meg csúnya a többi játékhoz képest, de azért megvan a maga szépsége. És mi a jó benne, az nem kell hozzá milliós gép ahhoz, hogy élvezhessd a játékot. Igen, ez egyébként nagyon Tehát sokszor ez... vita téma is volt, ugye itt Igen. hogy a grafika, és akkor mindenki azt mondta, hogy jó, hát Battlefield-et akarsz játszani, egy atomerőmű kell hozzá, és akkor, hogy a kód És meg igazuk van. teljesen el, és igazuk van, és tényleg, mert nem kell hozzá egy atomerőmű, de azért néz is ki valahogy. Oké, nem ér fel se egy Crysis-hoz, se egy Battlefield-hez, De nem de is kell neki, mert nem azért szerettük meg. Szóval igen. őszintén, ha össze kéne hasonlítsam a Crysis és a Battlefield mozgás kultúráját például a Call of Duty-vel, a Call of Duty veri mind a kettőt mozgás kultúrában. Az a könnyed mozgás, az a reflexre alapozott mozgás, az a futás szisztéma, az a becsúszás szisztéma most már mennyivel szebben és egyszerűbben oldották meg, mint mondjuk a Crysis-ban az egészet, és a fegyverek kidolgozottsága azért szép, a fegyverek valóság hűsége jól néz ki, és hozza azt a hangulatot, amit hoznia kell, és ezért szerettem meg a kódot. Egyrészt azért, hogy annó a kódnének szép volt a grafikája, illetve megfelelő grafikája volt ahhoz, hogy elkezdjem megszeretni a játékot, és az a bizonyos mozgás kultúra, amit mindemellé betársítottak, én úgy gondolom, hogy világklasszis, és igazából verhetetlen. Tehát a Battlefield taraboltnak ható mozgása pedig, ha jól tudom, összevonták egyébként az EA Sport grafikai motorjának a mozgás kultúrájával, összevonták a Igen. Frostbite engine-t, hogy szebb legyen az egész. Igen, a FIFA-kból, meg Igen, NBA-kből, meg mindenféléből igen. kivették ezt a mozgást, mert ugye a FIFA-ban ugye ott nagyon nagy hangsúly van arra, hogy a testbel való ütközés, Igen, a igen, igen, mozgás, a igen. labdavezetés, a precíziós mozgások minél természetesebb legyen. Igen, ezt És belevették itt a hogy Battlefield-be. szintén, most a Battlefield-en játszunk, BF4-e, BF3, ez ezért így lejön. A single player-ben jól néz ki, de a multiban, őszintén Igen, szólva, olyan ott vannak bugokat elég találok érdekes dolgok. néha, hogy elmegy az életkedvem is. Igen, Na most a vannak. kódban ehhez képest ilyet azért én nem láttam. Tehát nem beszélhetek olyanról kódban, hogy igazából, hogy netcode, meg hogy rubber banding, meg ilyen fasságok, amiket most kitaláltak BF4-nél már, hogy én se tudom, már olyan új kifejezések vannak. Ez De a olyat hoztak kódban fel. miről beszélünk? Az első 5 hónapban beszélünk arról, hogy kurvára langos ez a játék, kihozzák az első 5-10 patchet, és utána mindenki boldog. Aki nem boldog, annak meg nem olyan a netje, ugrál a pingje, vagy bármi, de a kóddal ilyen téren nincs gond, és szerintem ezért is szerettük meg, vagy legalábbis én. BF4 meg azért már elég régóta kínlódik szegényként, és most ez a pont jó témát hoztál fel, mert ugye a netcode, mi is a netcode, mindenki ugyanezt vette és egyszerre, ezért van az a hatás, hogy te már elmentél a fal mellett, de hat még megölt. És azért van, mert szarul van megcsinálva már, bocsánat. És ilyen Igen. szempontból azért
mondhatom így, hogy pártolom azért ilyen szempontból a kodot, mert a kodon egy icipicit se tudom annyira felcseszni magamat, mint a BF4-en szoktam. Tehát, hogy az a játék néha úgy ki tud hozni a sodromból, ti magatok tapasztaljátok, hogy néha szegény kíme, így ezt úgy képzeljétek el. De amikor vele játszok BF-et, akkor beszállok egy tankba, helikopterbe, bármi, te beszállsz mellém az első mondatot, go, 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 na én már ott kapok agyvizet, tehát bocs, de én vagyok a sofőr, jó? És az a baj, hogy befolyásolsz vele, mert akkor én is go, 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 és tuti belemegyünk egy kibaszott problémába, és utána az én hibám, hogy te meghaltál. Igen. Pont ezt akartam mondani, hogy úgy képzeljétek el, hogy megyünk, játszunk, és akkor lelőnek, de bazd meg nekik, én nem hiszem, hogy nem lőtted le, és mindenki hibás, csak én nem. De jó. Na most ilyenkor örülök, hogy például van úgy, hogy nem vagyunk TS-en, és ilyenkor örülök, hogy nem mondod a magadért, de gondolom otthon megkapom az osztást. Hát. Na jó. Nem, egyébként olyankor mindenkit hibáztatok. Na úgyhogy csak ennyit, hogy nem szoktam annyira a kodon felcseszni magamat, mint a BF-en tudom, és ezért igen, én és szeretem a kodot, mindig is szerettem. Oké, hogy BF4-et vettem. Csak de már unjuk egy kicsit. Na, igen, így van. Ez van. De ugyanúgy szeretjük, hogy bemegyünk, lövöldözünk. Ja, csak már annyit láttuk, hogy már most már így unalmas. Na de amúgy igen, tehát mi a véleményem, hogy most így utólag a Cold Ghost-ról, hogy kipróbálhattad az ingyenes hétvégén? Tehát megéri megvenni? Nem. Kétszerűséget szeretnék hallani. Megéri megvenni tapasztalt játékosként, és megéri-e megvenni új játékosként a Cold világában? Úgy, hogy kipróbálhattam az ingyen hétvégén, mert nem titok, BF4-et vettem, de itt volt a remek alkalom, hogy akkor itt a ingyenes hétvége kipróbálhattuk, és pont beszélgettünk nekróval, mert elmentünk ugye játszani egy kicsit, ugye már egy nagy alkalommal, hogy nekem is megvan úgymond, és arra jutottam, hogy amikor így vége lett a hétvégének, úgyhogy na, akkor nekem ez egy időre elég is volt. Tehát annyira kielégítette itt most a Cold iránti hiányomat, meg a Cold Ghost iránti hiányomat, ha lehet ilyet mondani, mert azért élveztem ezt a hétvégét, hogy azért elég jó volt. De úgy pont, hogy elég volt. Tehát, hogy így megvenni már úgy nem vettem volna meg, viszont ez, hogy így adott volt ez a hétvégi lehetőség, így azt mondtam, hogy azért jó móka volt, de ennyi elég volt, és meg azért nem venném. Tehát Eagle, te kipróbáltad? Sajnál nem tudtam, mert hát nem olyan jó a nedem. És sokára jött volna le. És akkor mi van? Te nem szoktad éjszakára bekapcsolva hagyni a gépedet? Milyen gamer vagy te? Hát jó, csak én is úgy vagyok, mert régen is nekem is szar netem volt, aztán mondom, amire kivárom ezt az egész, azért addig inkább játszok más, tudod, addig. Tehát most azért áldozni, mit tudom én, akár egy egész napot is, akkor tudom, hogy helyette játszottam volna, meg addig beszélgetettem volna veletek, akkor inkább úgy vagyok vele, hogy hát, mivel nem érnek el az engem, inkább veletek is. De hogyha egy ilyen új, ha új gamer vagy a Cod világában, azért legyünk őszintén, ez az a Cod, amivel el lehet kezdeni, nem? Teljesen. Tehát, teljesen. Ja. Jó, hogy szórakozol, úgyhogy na. Igen. Ja. Ennyit a Codról. Na, ezt most azért kiveséztük igazából, nem? Úgyhogy kedves nézők, ez legyen az első fele ennek a pod valaminek, és hagyjátok ott, hogy ti hogy látjátok az új kódot, mi a véleményetek az új trailerről, és mit vártok a multiplayertől, és mit gondoltok a sztoriról, hogy hova fog ez úgy elfajulni, ez a dolog. Nos, ugye a következő témának, ami azért igazából valljuk be egy nehéz téma, szerintem még nekem is, ugye beszélgetni fogunk erről a bizonyos gamer life-ról, hogy mit akar. És annó csináltam volt egy videót ezzel kapcsolatban, hogy beszéltem arról, hogy mit jelent gamernek lenni manapság, és hogy mi különbözteti meg talán a gamert attól, hogy ugye sokszor mondják ránk, hogy túl sokat játszunk, hogy kockák vagyunk, és ezt mondják olyanok, ugye, akik elméletileg nem ülnek annyit gép elől, és ugye mondom azt, hogy elméletileg, mert hogy úgy gondolom, hogy sokan, akik nem tartják magukat gamernek, kockának, stb., valami olyan tevékenységet csinálnak, amivel magukat felmentik az alól, hogy ők nem olyanok.
És egy kicsit ugye erről szeretnék beszélni, szeretném kikérni a ti véleményeteket, hogy szerintetek mit jelent ma gamernek lenni, helytálló-e az a fogalom, hogy nincs élete egy gamernek, mert hogy egész nap a számítógép előtt ül. De. Nos, azt hiszem elmondtam így, hogy a témát, amiköré akarom csinálni. Igen, és ahogy felvezetted, már így egyből így... Tehát amint én meghallom ezt a játszol, és kocka vagy, és nincs élete, tehát a hideg futkos a hátam, amikor valaki ezzel jön, ezzel védekezik, és akkor ezzel mondjuk kitámad, hogy te kocka vagy, biztos nincs életed, egész nap csak ezt csinál, és igen. Mi van? Tehát, hogy nem azért mondom, mert van életünk, de mi van akkor, hogy most egy teljes napot állunk, hogy hódolunk annak, amit szeretünk. Valaki egy napon keresztül játszik, valaki egy napon keresztül vásárol, valaki egy napon keresztül filmezik, és mi kockák, én szerintem nem bántjuk azokat az embereket, akik mindenféle más csinálnak, mint amennyit szerintem mi kapunk. Akár szülők részéről, akár külső szemlélők részéről, ugye nem családtag, vagy csak ismerős, vagy bármi. Szerintem ezt kicsit jobban megkapjuk, mint mi, amennyit visszaadunk ebből az egészből. Tibi, Eagle, ez valami hozzáfűzni való? Ez nálad, ez hogy csapódik le? Hát véleményem szerint egy igazi gamer meg tudja szabni határát, hogy mikor kell abba hagyni. Milyen az igazi gamer? Aki érti, szereti a játékot, és tud határt szabni, hogy most mikor, mit csinál, hogy most betartja le a való életbeli kötelességeit, vagy most játszik. Szereti, érti, és nagyon jól tolja. Jó, és ez szokott sikerülni. Jól tolja, ez jó, ez kellett, köszönjük, Igor, ez tényleg kellett, jól toljuk. Most egyébként igen. Három gamer beszélget igazából erről a dologról, és akkor Igor, felteszem megint csak a kérdést, hogy mi kell, tehát az úton afelé, hogy gamerré váljunk, mert úgy gondolom, hogy most azért használom a gamer szót, mert szeretném elkülöníteni valamitől. Tehát az úton oda, hogy gamerré váljál, te mind mentél keresztül. Addig, hogy eljuss, hogy azt mondta, hogy játékot értem, és az életnek a területén is meg tudok felelni, és tudok határt szabni, és azért játszom, mert ez egy hobbi, vagy egy élvezeti faktor. Tehát milyen szinteken mentél te keresztül, ahhoz, hogy ezt eddig eljuss, ehhez az értelmi szintig. Ugye? Szóval... Eleinte nyugodtan gondolkodhatsz, szóval ez azért egy nehéz. Eleinte lövöldöztem, nem értettem a játékot ilyen fiatalabb koromba. Utána, mikor idősebb lettem, utána olvastam a dolgoknak, hogy most ez hogyan is kellene, hogyan lőjünk, hogyan taktikázzunk, és társai. Ezután, miután elsajátítottam ezeket a technikákat, azután meg még jó pár hónap, év gyakorlás után már mondhattam magam gamernek, mert már értettem is a játékot, és tudtam is játszani vele. Attól várunk egyébként gamerré, hogy tudunk játszani? Tehát az nem számít gamernek, aki nem annyira jó a játékban, viszont imád és szeret, és mondhatni ez a hobbija, tehát hogy én szerintem az is gamer, nem? Mert most mondtátok, hogy igen, sokat gyakoroltam, meg minden, mert én is igen, nagyon sokat gyakorlok, meg stb. De amikor én kisebb voltam is gamernek, mondtam magamat, de gamer vagyok, és akkor mert sokat játszottam, és nem voltam jó, de sokat játszottam, szerettem, amit csinálok, jól éreztem magamat közben, megint sokat játszottam, ezt már megint elmondom. Úgyhogy sokat játszottam, és harmadjára is elmondom. No, de itt elmondtad, hogy sokat játszottál. És amire akartam kiukadni, hogy nálam például ilyen stádiumai voltak. Tehát az tény, hogy utólag így visszatekintve a családról, ugye mondtam még az adás előtt, ugye beszélgettünk, hogy bár egy olyan világban nőttünk föl, ahol ilyen kettősség volt, és láttuk fejlődni a számítástechnikát, és amire oda eljutottam, hogy megvehettem az első gépemet,
Ilyen stádiumok voltak nekem ebbe az egészbe, tehát előtte is játszhattam már, de amikor megvettem a saját gépemet, akkor kezdtem el magamon érezni a dolgokat. Tehát megvolt az első játék, kijátszottam, aztán szépen sorra jöttek a dolgok. Tehát az volt az első stádium, hogy így belekóstoltam a dolgokba, és megfogott. De akkor igazából nem mondhattam magamat gamernek csak, mert számomra a gamer, mint jelentés, nem csak azt akarja, hogy játszom a játékkal. Szóval eleinte csak játszottam a játékkal, aztán jött a rákattantam rész, mert azért be kell valami őszintén, ennek van egy függőségi része ennek a dolognak, nem? Hát nem is kevés, hát, Nem is kevés, igen. Tehát hát igen, tehát ezen túl annyira kell. néhány játékra én is éveim során annyira rá tudtam függni, hogy ha egy másodperc is le kellett tegyem, vagy akár már csak tanulnom kellett, is csak az Na járt a igen. fejembe, hogy majd miután megtanultam, akkor én merre fogok tovább, mit, hogy építeni, stb. Stb. Igen. Na és ugye jött ez a része a dolognak, de még akkor még mindig nem hívhattam magam gamernek, bár szerettem volna magam annak hívni, bár és visszatekintve nem hívhattam magamnak, mert semmi más nem voltam, csak játszottam. És ez volt a dolog lényege is. És aztán eljött az a korszak, amikor ez is így lezárult, és átvette egy ilyen tudatos irányítás az egészet, amikor már elkezdtem magam gamernek hívni, amikor olyan szinten olvadtam bele ebbe a világba, hogy nem csak arról szól az egész, hogy játék, hanem arról szól, hogy például mi itt összejövünk és megbeszéljük ezt, arról szól, hogy tudjuk, hogy mi zajlik egy játékos világban, miért zajlik ez az adott világban, tehát mint például egy orvosnak az anatómia, most mondtam volna, hogy lehet valami komplett blödséget, de egy olyan szinten ismered nem csak az adott játékot, hanem az adott játékokat, a háttérben folyó dolgokat. Tehát úgy gondolom, hogy ez számomra valahol ezt akarja azt, hogy gamer life. Hogy olyan, mint egy kicsit, mint egy munka, amit szeretsz csinálni. Ti hogy látjátok ezt? Tehát nálam egy ilyen stádium lépés volt, és erre voltam kíváncsi, hogy nálatok Tehát, hogy hogy álltok ennél a szerinted akkor stádiumban? válik valaki gamerré, ha már nem csak játszik, hanem már tudja is, hogy mit csinál, és van mögötte tudatosság? Igen. Tehát akkor, én akkor mondhatom, mondok egy gamert gamernek, amikor már el tud érni arra szintre. Nem akkor, amikor tetvesül pro leszel, kódban, bélben, csében, vagy valami, az nem, az már tényleg egy olyan szint, amikor még nem vagy ott, ahol gamernek hívhatod magad, hanem az a pro szint, az a versenyszint, az a... amikor csak azt tudod, és azt az egy dolgot tudod. Te is voltál ilyen. Én is voltam ilyen. És ezen hál' Istennek, hogy így túlmentem, és sokkal jobban érzem most magam, hogy így tudok beszélni a dolgokról, és ennyire szeretem átlátni a játékipart, mint olyan. És én ezt szeretem hívni gamernek igazából. Tökéletesen benne van. Nem csak. Hát, ja. És arra akartam Ja. kiukodni, hogy nálatok voltak ilyen szintlépések, és arról a szintlépésekről meséltek. Eagle, te, szóval érted már, hogy mire akarok gondolni? Igen. És? Voltak nálad ilyen szintecskék? Hol jársz most, hogy őszinte legyek? Te nálad ez így hogy? Hogy te játszogatsz, vagy úgy érzed, hogy te is azok közé tartozol, akik nem csak így játszanak, meg így Vagy humi hétvégente, hanem vagy? a másik kategória, vagy az úgynevezett casual gamer. Hogy csak úgy feljössz, relaxálsz, lelépsz. Hát én főleg kikapcsolódás miatt játszok. Tehát, hogy Na nem de, abban a pro. mennyit játszol? Tehát az a kérdés, hogy ha ezeket a stádiumokat, amiket így felsoroltam, hogy nálad ez vajon hogy csapódik le? Tehát te részt vettél ezekben? Tehát neked volt ilyened? Vagy csak én vagyok ilyen elvont hülyére? Igen, volt ilyenem. Azt nem azt mondja, igen, csak te vagy ilyen. Én is azt hittem egy pillanatra, Igen, jól ja, és hogy beszéltem. folytatja a mondatot? Jó, oké, okay, megnyugodtam. Na jó, Tibi nálad valami ilyesmi?
Hát nálam is ez így végigment, ez a eleinte, hú, számítógép, de jó! És akkor kezdjünk el nézelődni, hogy akkor megkaptam én is az első játékomat, nagyon jó volt, végigvittem, Hány autósak éves voltál? voltunk. 13. Ez az. És azért 12-13. én, amikor megvettem az első gépet, igazából onnan számolom a gépes karriert, hogy úgy mondjam. Igen. Akkor lehettem egy ilyen 15-16 talán. Nem emlékszem pontosan, azt tudom, hogy már elég idős voltam, és javába középiskolába jártam már. És akkor megvettem a sajátomat saját pénzből, és azt hiszem, hogy az volt az a szint, mármint az az idősebb kor, ami segített abba, hogy ne, igazából ne zombuljak bele ebbe az egészbe. Igen, hát jó, amikor kicsi voltam, én se úgy zombi voltam, hogy bekapcsoltam, hogy jó kis autó, és akkor így mentem a köröket, és akkor király mentem vissza, még ugye a 13 éveseknek a szintjére, ha lehet így mondani. Hát jó, Akkor... igen, de mi nekünk azért szerencsénk van, mert nem tudom, hogy szerencsének hívjam el, de ez a köztes világ, amiben beszülettünk. Tehát mi a valódi homokozóban homokoztunk, nem a digitális homokozóban. Igen, tehát hogy Szóval, nekünk még megvolt az a gyerekkori élmény, igen. golyóztunk, meg labdáztunk, meg homokoztunk, meg tologattuk a csattogós lepkét, meg mindenféle, és az, hogy az idő múlásával meg már e felé változott a világ, beleszoktunk ebbe is, és akkor ezzel folytattuk. És akkor, de mégis jó elmondani nem magadról az, hogy a gyerek gyerek voltál, nem pedig jó, most is gyerekek vannak, de amikor nekem tablettel, meg iPhone-nal szaladgál, Hát, tudod, de ez nem csak tudom, azért hogy van. az az igazság, hogy én nem tudom, hogy erre úgy igazán, én nem akarom elmondani, erre nem akarok mondani semmit, tudod miért? Mert Mert ők onnan meg mi ebbe szüleink születtek. mondták a mi dolgainkra, hogy ezek a mai gyerekek, mi meg most mi mondanánk erre a mai gyerekekre, hogy mai gyerekek, Igen, és ezért nem tudod de őket bántani, mert ők meg ebbe mi bár születtek bele. igen, mi bár homokozóba születünk, ők meg egy digitális világba születnek, és nem mondom ettől, hogy nincs gyerekkoruk, de nőve, felnőve is látva a fejlődést a két világ között, tény, hogy valamiről lemaradnak, tehát ezt így rossz kimondani számomra, mert szeretem a számítástechnikát, mint olyat, de tény, hogy van valami plusz, amitől lemaradnak. És beszéltük az adás előtt, hogy hol lenne jobb beszélgetni erről a témáról, hogy ülünk egy kocsmába sörözünk, vagy ahogy te mondtad, ugye Tibi, egy bizonyos tengerparton elképzeljük, hogy ott ülünk egy tengerparton, és ott sörözünk. És ugye mind a kettőnek meg volt a feelingje. Tehát találkozhatunk személyesen, ami jó, mert gesztusok, mert arc, mert testbeszéd, és mindent Meg hát látunk. az az igazi. Állítólag. És bár lehet, hogy és akkor vagy találkozunk egy digitális világon, és lehet, hogy jobban tetszik a Facebook képed, mint hogy látnálak valóságban. Szóval, hogy őszinte legyek, jó képű gyerek vagy, de lehet, hogy a képen sokkal jobb képű vagy, mint a valóságban. Szóval, Ez szinte biztos. úgyhogy jobb szeretem azt a fantáziaképet magam előtt gondolni egyelőre. Na, úgyhogy talán ezért nem akarok mondani semmit a mai digitális világra, viszont amit szívesen látnék, vagy vennék, az az, hogyha a szülő mindezt azért egy bizonyos kor felett engedi, vagy hogyha engedi korán is, akkor egy bizonyos határok, megmagyarázandó határok között teszi mindezt. Mert amit te mondasz, hogy kisgyerek tablettal, ott valami nem stimmel, nem? Igen, mert ezt tudod miért van? Mert az anyuka odaadja a gyereknek, hogy jó, ez is kicsit játszál már, mert nekem dolgom van, és akkor le is foglalta a gyereket, mert kezébe nyomta, és akkor egy-két óráig talán csendben van. Ami ugye most ugye a kettősség megint csak, azért valbe te is kaptál már zsebpénzt, hogy menjél Igen. Ez a gyanúsan. Ígül, te kaptál már zsebpénzt, hogy menjél Hát, egyedül nem. elfagyizni? De nem volt olyan, hogy Na, hát, mondjuk én kaptam már zsebpénzt, hogy menjek el fagyizni, de azért a különbség a fagy és egy tablet között azért a tablet az azért Igen. beszippant, nem? Ez És elég egyrészt korán olyan kezdik már most a tartalmakhoz gyerekek. juthatsz hozzá, ami
ami nem biztos, hogy jót tesz ebbe a szempontból egy fejlődés, de ki vagyok én, hogy ezt megítéljem, ugye? Jó, neked most jót fog mutatkozni, meg hogy sajnos már korán érnek a gyerekek, hogy már nagyon sok kicsi gyerek már Facebookon lóg. És én kérdezem magamtól és na, ők meg... a kockák, látod? Ők a kockák. Mi gémerek vagyunk, és ők a kockák. Igen, ennyi. De kérdezem bocs, én, mit bocs, a szüksége egy gyereknek arra, hogy Facebookon legyen? Most komolyan, olyan barátai vannak, akiket nem tud megvárni, hogy hétfő legyen újra, és majd ott megbeszéli, tehát mindenféleképpen Facebook. Erre mondanám azt, hogy aki kíváncsi, hogy mitől lehetséges ez, az olvass el a Csernus Imrének a Kiút című könyvét, és ott abban nagyon sok minden választ ad erre, de mi majd nem tudnék szó szerint idézni, ezért nem szeretnék erre különösen magyarázatot adni, viszont ő ad rá egy olyan magyarázatot, hogy mitől van az, hogy például a Facebook teljesen be tud szippantani, és az tehát ott abban a könyvben van rá egy ebből a szempontból egy magyarázat, ami szerintem nagyon logikus, és sokszor még én is azon kapom magamat, hogy miért nem kaptam 10 lájkot, és miért csak 5-öt, aztán rájövök, hogy hülye vagyok, mert kit érdekel. És talán itt meg is adtam a választ az egészre. De tudod, ez a különbség, amitől én szerettem magamat gamernek hívni, és aki a Facebook előtt ül, vagy YouTube előtt ül, vagy bármi, na ők. A kockák. Már bocsánat, hogyha egy ilyen radikális véleményt kellene foglalnom az egészről, vagy nem tudom, te ezt, Igor, te például mit gondolsz? A előző témához visszakanyarodva, hogyha lehet. Kanyarodj. Azért van sok kicsinek Facebookja, mert látja, hogy a nagyoknak is ez van, és őnekik is kell ez, mert nekik is van. Plusz, az már lehet, hogy ciki, hogy Pistikének nincs, de Józsikának van. És most minden Pistikétől és Józsikától a kommentek közt elnézést. Igen, tehát hogy kérdezzük meg a fiatal generációt, aki hallgat minket, a fiatal, ti hogy látjátok, tehát ez ciki, ha manapság nincs Facebookon? Vagy miért van? Mert jó, már lehet, hogy ti vagytok, mit tudom, 14-15, nem tudom. Satöbbi, igen, tehát hogy aminek úgy van értelme, de, igen. De a 10 évesnek, meg a 11-12 évesnek azért ne legyen már egy Facebookja, mert jó legyen, de minek? Tehát, igen. Igen, de ezt látja de a nagyoktól, ahogy itt is a lényeg, hogy van Facebook, vagy nincs Facebook, hanem ugye beszélgetve a Gamer Life-nál kicsit eltértünk az egészről, és arra szeretnék még mondani, hogy számotokra akkor mi a különbség a gamer és a kocka között? Mert számomra ez, hogy inkább azt mondom, hogy elolvasok egy-két hírt a játékos világból, netán ezzel alakítva a jövőmet is, netán tanulva valami újat is, netán programozást, vagy netán némi befektetést, hogy melyik játékcégnek megy tovább jobban és jól, vagy... és akkor leülök egy kicsit, játszok ezzel és azzal, vagy az, hogy... vagy a kettő ugyanaz azzal, hogy Facebookozok, YouTube-ozok, és tököm tudja, mit csinálok. Nyilván van eltérés, mert attól, mert játszok, és akközött, hogy Facebookozok, ugye mert azért van, akik elég masszívan nyomják ezt a Facebook dolgot is, tehát ilyen 0-24-ben fent vannak és posztolgatnak még azt is, amit nem kéne. És őszintén, én nem vagyok arra kíváncsi, hogy te most épp pörköltet eszel Facebookon, és arra kapod meg 10 like pörkölt. Yeah. És lefotóztam, hogy végre eszek valamit, na mindig. Hogy, no. Tehát nyilván egyértelműen nem összehasonlítható az a kocka, aki Facebookozik, és ami általunk játékkal játszó, és már is átalakul a fogalom, mert mi már akkor gamernek számítunk. Tehát, hogy amikor azt mondják rá, hogy kockák vagyunk, ez egy szerintem egy nem megfelelő fejezés ránk, mert az, aki Facebookozik és 0-24-ben ül a gép előtt, és tényleg nyomja ott a lájkokat, posztokat, meg Isten tudja, na az a kocka. De amit mi csinálunk, mert játszunk, és van mondjuk úgy, hogy tartalom is, amit csinálunk mögötte, én ezt szerintem megkülönböztet. Vagyis na, igen. Ezt szerintem nem. Igen, esetleg valami hozzáfűzni való? Egyet kell, hogy eljtsek tízsővel. Leütöttük. Igen, de most ebben mit tudsz még mást nagyon vitatni? Mert igen, igazából ez tényleg így van. Tehát, hogy amikor rám is azt mondják, hogy mekkora nagy kocka vagy, nem kocka vagyok.
Tehát, hogy... Itt kezdődik, igen. Igen. És mondjad, azért, mondjad. Mert én is esetleg volt olyan időszakom, amikor nagyon, tényleg nagyon sokat játszottam, tehát így hazajöttem, be a gépet, játszottam este 9-10, jó, feküdjünk le, mert holnap suli, azért menjünk be, hazaértem megint be a gépet, és megint 10-ig, és volt, hogy inkább nem is ettem, vagy nem is foglalkoztam az itthoniakkal, amit már most sajnálok, de inkább itt fent ültem, kicsit befelé fordultam, redőny lehúz, és teljesen befele fordultam, akkor én is azt hittem magamról, hogy én egy nagy bűnösnek kocka vagyok. De sajnos a legtöbb, igen, de most a legtöbb ember számára az, hogy kocka így van meg a fejében, nem? Igen. Tehát akkor ők meg fogalomzavarban élnek, tehát hogy az nem, meg nem, már, nem hogy... Nem gondolnám, hogy fogalomzavarban élnek, most, talán most már élnek fogalomzavarban, mert most van az, amikor így élesen el tudjuk különböztetni, meg tudjuk különböztetni azt, hogy játékos és számítógép használó, mert ugye sok ember a számítógépet használja, és vagyunk mi, akik játszani használjuk, netán amire még kell, de tehát számomra van különbség a között, hogy játék és egyéb más tevékenységek, amik lekötik az időnket. Igen, de ehhez a számítógép előtt. Egyébként ehhez, hogy kocka, meg mit tudom, ehhez annyiféle megnevezés illik, ami külön-külön megint más jelent magában, mert más jelent az, hogy kocka, más jelent, hogy gamer, máshogy ütöm a gépet, és ülök a gép előtt, vagy hogy dolgozok rajta, vagy hogy olvasok rajta. Ezek már megint szerintem nem egy-egy kategória. Tehát, hogy nem hasonlítható össze az, aki gamer, azzal, aki olvas a neten. Nem hasonlítható az a Facebookozó, azzal, aki akkor, csak ül. Akkor tehát, annyiban annyira réteges meg, ez a réteg, egész igen, téma. Hogy... Ebből szempont igazad van, és azt hiszem azért igazából mindenki érti, hogy mire gondoltunk mi ez alatt, hogy most kocka vagy gamer című történet. Mert, igen, mert mindenki érzi mert akár, a mert nekünk azt mondják, hogy nincs élet, tehát abban a szemszögben, hogy nekünk nincs életünk, függők vagyunk, játékfüggők vagyunk, és közben ők nem veszik észre, hogy ők bár nem játszanak, de ugyanúgy eltöltik az idejüket a akármilyen tevékenységgel is legyen. Igen. Szóval nem arról beszélünk konkrétan, hogy most Facebook, és azért kocka, vagy YouTube, vagy azért kocka, vagy Wikipedia, vagy azért kocka, hanem azért arról beszélünk, hogy mi a játékot élvezik, és ő meg azt olvassa, hogy olvashatja a Wikipédián a különböző tudományos jelentéseket, ám az idejét ugyanúgy elviszi. Más azt élvezi, hogy horgászhat, a harmadik azt élvezi, hogy focizhat, és egy olyasmiért mondanak ránk valamit, amit ők is csinálnak, csak éppen lehet, hogy nem számítógép előtt, vagy számítógép előtt, csak más tevékenység. Szóval erről akarunk beszélni. Tehát azok, akik egész nap Facebookoznak, azok, mi nem vagyunk kockák, te játszol egész nap, te már kockak. És közben nem veszi észre azt, hogy ő is bele van ragadva abba a világba esetleg. Igen, szóval ez az, amire gondoltunk. Azért említsük meg egy kivételt, tehát mondtuk ugye az előző adás féleség, vagy nem tudom miben, hogy ugye vannak az ilyen életszimulátor játékok, amik azért úgy gondolom, én legalábbis úgy gondolom, hogy azért potenciális tudnak, veszélyt tudnak jelenteni olyanra, aki nem tudja kontrollálni ezt magának. És hogyha például egy, talán még mi gamerek is beleeshetnénk egy ilyen hibába, hogyha szeretnénk életszimulátoros játékkal játszani, plusz Sims, beleeshetnénk abba a hibába, hogy túlságosan bele vagyunk. Bár azt gondolom, hogy akinek elég erős tudata van, hogy úgy mondjam, öntudata, az meg tudja állni. Az, és itt kezdődik az eleve nem játszik ilyen játékkal. És egyébként itt kezdődik az, ami még egy kis válfaja ennek a mai témának, hogy itt jön be az önkontroll, és hogy tudjuk azt, hogy igen, van a játék, de van mellette a kötelességeink, a stb. A stb. Stb. Ez, ameddig ezt meg tudjuk tartani, ezt az egyensúlyt, és ameddig tudjuk azt, hogy eddig gépeztem, és eddig most már muszáj megcsinálnom a kötelességemet, és most már meg kell csinálnom, mert ettől folyik tovább az élet, szerintem akkor vagy jó úton, vagy én nem tudom. Hát reméljük, hogy jó úton vagyunk, igazából. Nem bízom benne. Szóval, egyébként elég jól úgy körbeírtuk ezt most, ezt a témát, és kíváncsiak megint csak kihallgatta végig ezt az adást, az hagyjon ott egy kommentet,
És tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok feliratkozom, a 14 és 16 év, 14 és 18 év közé tehetőek, ezt úgy látom az Analytics-nél, és kíváncsi vagyok, én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok rátok, hogy ti ezt hogy látjátok, vagy mit gondoltok erről a témáról, annak, aki végighallgatta ezt az adást, mert egy igen érdekes témát boncolgattunk így most már, hogy a szerintes technika egy ilyen fejlettségi szinten tart, és akaratlanul ott ülünk előtte. Nos, még valami hozzáfűzni való, srácok? Igen. Hát annyit, hogy igen. Oké. Akik rászoknak játékokra és ráfüggnek, a laikus emberek mindig azt látják, hogy a játék a hibás, és ez a szomorú mindig. Igen. Köszönöm, ez egy nagyon... Igen, tehát pedig igazából egy, önmagunk vagyunk hibásak, ha ez megtörténik. De igazából nem, én nem szeretném ezt a szülőkre kenni. Lehet, hogy van, hogyha elég felnőtt vagyok hozzá, mint mondtam, egy ilyen 15-6 voltam az első gépnél, tehát ott azért már lehetett volna annyi öntudatom, hogy nem engedem magam belevinni ebbe teljesen. Viszont ugye egy bizonyos kornál talán a szülői kontroll is eljön, vagy erről akartál kiukadni? Igen. Igen, szerintem... Bocs, hogy átveszem, csak hogy arra akar, vagyis ahogy mondtad, hogy itt azért a szülőnek is van ebbe azért beleszólása, meg azért a szülőnek is látnia kéne esetleg, hogy jó, játszik a gyerek, de azért oda pillantok, hogy ugye nem mégiscsak egy olyan vérsröcsögős játékot játszunk már 12 évesen, mert volt, azt hiszem, Amerikában, vagy nem is tudom már hol, egy eset, hogy... egy kis fiú elkezdett, vagy én nem tudom, egy fiú, vagy már felnőtt volt, vagy én már nem tudom, de biztos, hogy olyan tinédzser, és hogy hát Amerikában ugye nem ritka, de hogy hát elkezdett bevöldözni az iskolába, és ja, igen. Megsérültek meg, mit tudom én, és akkor, hogy egyből az jött le, hogy, és hogy mert a gyerek a Call of Duty nevű játék, játszik, és hogy egyből a játékot kezdték el izélni, és hogy mekkora nagy izé a szemét a játék, mert hogy a gyerek onnan látja ezt a sok lövöldözést, és hogy a játék a hibás. Abban nem gondolnám bele, hogy a szülő ez alatt hol volt, amikor a gyerek azzal lövöldözött. Na várjál, mert ehhez valaki másnak is van egy kis hozzáfűzni valója. Sziasztok! Ekronét hallhatjátok. És csak annyit szeretnék hozzáfűzni egyébként, hogy amikor egyetemre jártam, akkor pszichológia órán a tanár azzal kezdte, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves a gyerek, hogyha stabil érzelmi háttérrel van nevelve, akkor tök mindegy, hogy mennyire erőszakos játékot játszik. Mert nem fog azzá válni. Igen. És itt, amit mondtál, hogy fasság a játékokra fogni, ugye? Tehát ebben igazán van megkronéle. Tehát miért egyből a játékot kell elővenni, és miért nem a szülőt, hogy esetleg a gyereknek a lelki, szellemi, vagy mit tudom én, milyen lelki, igen, hátterével van-e a gond, és leültetjük folyton a gyereket, hogy na, tessék, játssza. Na, de mindegy, mert ez már igen. Azt hiszem, hogy egy olyan igazán, igen, ez meg már egy téma új téma, lenne, igen. Ami meghaladná a mi tudás körünket, elméletileg, és hagyjuk. Tehát ez már így azért nagyon elmegy, de ebben például a Necronének igaza volt, ez igazából így van. Tehát, hogy egy gyerek normális körülmények között van nevelve, akkor sok minden nem történne meg, ami megtörténhetne. De ugye manapság, hogy úgy mondjam, mi az, hogy normális gyereknevelés, mondom én, akinek nincs gyereke, és ezért is nem is nagyon akarok belefolyni ebbe a témába, és hanem arról a részről megközelíteni, onnan én indultam, és nem mondom, hogy nekem is mindig stabil érzelmi nevelésem volt, hogy úgy mondjam, de viszont addigra arra korra már megvolt az az öntudatom, hogy én ebbe bele akarok menni, vagy nem akarok belemenni, és igazából senki más nem hibáztathatok, csak magamat azért, amiért belementem abba a részbe, de igazából megvolt annak is a leckéje és a tanulsága, amiből én speciál tanultam, és kijöttem, és örülök, hogy most már így van, és stb. Stb. Na. Ne hagyjátok magatokat lekockázni, vagy le élettelenezni, mert még amit ti, mert igen, mert amit ti tudjátok magadról, hogy nem így van, akkor nem így van, és kész. Így van. Ameddig te tudod magadról, hogy már pedig te meg... Na, tudjátok így ezt magatokról, mert tudjátok. Igen, ennyi. El van döntve. Szóval a lényeg az, hogy igazából már szerintem nem létezik az a fogalom, hogy kocka. Tehát én erre akartam kiukadni, tehát
Mert összeolvad. A számítógép, számítástechnika ma már ugyanaz, és sokan szerintem úgy észre kell vegyék magukat, hogy hé-hé, húristen, lehet egy kicsit túlzottan több időt töltök olyasmivel a számítógép előtt, aminek nincs igazi értéke az életemben. És legyen ez a végszó, srácok, most már így legyen másfél óra után. Legyen. Már a Necroni elmondja a végszavát. Egyébként a kocka elnevezés a lapos tévék és monitorok világában már egyébként sem érvényes. Ezt így megaszoltuk. Na jó. Eddig kellett. Igen. Én köszönöm a figyelmet minden kedves nézőnek, hallgatónak. Írjátok oda, ki hallgatta végig a dolgot, és örülök, hogy az előző adás ennyire bevált. Azt hiszem, mind a hárman örülünk, hogy ennyien megnéztétek, és azóta is ugye a kód, úgy értem a hogy mondják ezt? A kalózkód még mindig nyerésben áll a nem kalózkóddal szemben. És, ja. És hogyha tetszik ez a műsor, akkor igyekszünk összejönni és csinálni, úgyhogy hagyjátok ott azokat a lájkokat, és a kommenteket, és fűzzetek hozzá mind a két témához, a kodoshoz, és ehhez a komolyabb témához is, amit azt hiszem elég komoly hangvételűre vettek. Tehát én sem számítottam rá, hogy ennyire belefolyunk a témázásba. Na jó, én köszönöm a figyelmet, nekünk én voltam, és itt volt velünk Igor és Tibi. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok.